Sziasztok, gyertek, készítsünk együtt rizskókot, vagy más néven rizsfelfújtat. A legjobb rizskókot készíteni kerekszemű rizsből, bármelyik hipermarketben kaptok ilyet, de gyakorlatilag bármilyen rizs találtok otthon, abból nyugodtan el tudjátok készíteni. 250 g-nyira lesz szükségünk, amit 2 deciliter vízzel először felöntötök, és ezzel egy picit összeforraljátok, már ezzel is puhítva a rizs szemeket. Amikor látjátok, hogy már szépen magába szívta az összes vizet a rizs, utána jöhet hozzá a tej. Én 1 liter tejet raktam hozzá, ez is bármilyen tej lehet, amit használtok otthon. Hogyha szeretnétek, hogy egy kicsit krémesebb állagot érjetek el, akkor nyugodtan csinálhatjátok úgy, hogy 8 deciliter tejet és 2 deciliter habtejszint adtok hozzá. Ezzel egy picit még krémesebbé tehetitek az állagot. Ezután adjátok hozzá az ízesítőket. Én tettem hozzá egy evőkanálnyi vaníliás cukrot, vagy egy csomag vaníliás cukrot, hogyha olyan pici kiszerelésben veszitek. Utána jöhet a cukor, ebből olyan 70-75 g-nyit rakjatok hozzá, és még ugyanennyit tegyetek félre, amit majd később fogtok felhasználni. Nagyon vigyázzatok, mert minél több cukor van benne, annál könnyebben le tud égni ez a teljes keverék. Ezután egy fél teáskanálnyi sót raktam hozzá, ne ijedjetek meg, nem lesz sós ettől a rizskókunk. Majd nélkülözhetetlen elem a citromhéj, ebből amennyit szeretnétek, egy fél citrom, vagy egy akár egy egész citromhéját is beletehetitek a teljes rizsbe. Miután belereszeltétek a citromot, keverjétek jól össze, és körülbelül egy 30-40 perc alatt főzzétek puhára a rizst. Majd meglátjátok, néha kevergetni kell, főleg az elején, nehogy tényleg a cukor miatt lekapja a tej. Látni fogjátok, hogy nagyon szépen utána már, ha pár percig kevergetitek, akkor nem kell vele foglalkozni, és körülbelül egy 30 perc alatt szépen sűrűre fog főni. Láthatjátok a videón is, hogy milyen állagot kell elérni, mi jelenti azt, hogy szépen besűrűsödött a tejberizsünk. Gyakorlatilag ugye most egy tejberizst készítettünk. Hogyha ezzel kész vagyunk, akkor öntsétek át egy másik edénybe, hogy picit kihűljön. Nagyon fontos, hogy langyosra hűtsétek ki, mivel hogyha itt tennétek hozzá a tojásokat, akkor bizony megfőnének a tojások. Úgyhogy egy 10-15 perc alatt szépen hűtsétek ki ezt a tejberist, mielőtt tovább dolgoznátok vele. Bocsánatot kérek, hogy egy picit itt a gőz miatt bepárásodott a kamera, de szerintem ez a legkevesebb. Néha kavargassátok meg, így is könnyebben hűlni fog a tejberizsünk. De tényleg szerintem egy 10 perc alatt annyira visszahűlt, amennyire kellett. Addig kapcsoljátok be a sütőt, alulfelül sütésen, 200 fokra fogjuk beállítani a sütést, melegedjen elő, mire összeállítjuk a rizskókunkat. Hogyha kihűlt a tejberizsünk, akkor láthatjátok, milyen szép sűrű állagot értünk el, hozzáadhatjátok a maradék cukrot, ami olyan 70-75 g-nyi, valamint 50 g-nyi puha vajat keverjetek hozzá. Mivel még picit langyos a tejberizsünk, ezért látni fogjátok, hogy egész szépen megolvad benne ez a puha vaj, ez is még krémesebbé fogja tenni az állagát. Ezután jöhetnek majd a tojások. Én 5 darab házi tojást használtam. Nyilván függ attól, hogy mekkora tojásokat használtok, ez körülbelül olyan emmes méret, de szerintem az 5 darab nyugodtan mehet bele. Ezt szétválasztjátok úgy, hogy a tojások sárgáját beleteszitek a tejberizsbe, a tojások fehérjét pedig külön edénybe, mert ezt utána szépen kemény habbá majd fel kell verni. Hogyha beleadagoltátok mind az 5 tojás sárgáját, akkor ezt is homogén állagúra fogjuk elkeverni. Hogyha ezzel is megvagytok,
akkor utána ezt nyugodtan félretehetitek, gyakorlatilag az egyik részével meg is vagyunk a is felfújtunk tésztájának. Már csak annyi következik, hogy a 5 darab tojásfehérjét kemény habbá felverjük. Tényleg nagyon fontos, hogy kemény legyen a tojásfehérje hab, hiszen ez fogja segíteni a rizsfelfújtunkat abban, hogy sütés alatt szépen feljöjjön a tészta. Hogyha megvagytok a tojásfehérje hab elkészítésével, akkor 2-3 részletben óvatos mozdulatokkal, körkörös mozdulatokkal, ahogy én is csinálom a videóban, keverjétek bele a korábban elkészített tejberizs alapba. Tényleg nagyon óvatosan vigyázzatok, ne törjétek össze a habot, mert gyakorlatilag ez a rizsfelfújtnak a szíve, lelke, ettől lesz szép állagú majd a rizsfelfújtunk. Próbáljátok egészen homogén állagúra elkeverni, mikor már nem láttok benne tojásfehérje hab darabokat, akkor lesz jó a tésztánk. Majd ezután jöhet az edénybe töltés. Én egy nagyobb, körülbelül olyan 20x30 centis jénai edényt vettem elő, amit puha vajjal kikentem. A maradék vaj, ami nem kell, azt nyugodtan vegyétek ki, én is egy picit többet vettem elő a kelleténél, és így nyugodtan kézzel kikelhetitek az edényt, tényleg mindenhol legyen jó vajas, hogy nehogy beleragadjon a rizsfelfújtunk. Majd ezután öntsétek bele az elkészült tésztát. Gyönyörű szép állagot éltünk el, szerintem nagyon szép homogén lett a tészta. A spatula segítségünk lesz abban, hogy ki tudjuk az összes tésztát kaparni az edényből, semmi sem menjen kárba. Majd, hogyha ezzel is megvagytok, mehet a korábban bekapcsolt 200 fokra előmelegített sütőbe. Hát ez sütőtől függ, körülbelül 40-50 perc, figyeljétek nagyon. Hogyha szép aranybarnára sült a teteje, akkor már megvagytok. Az is előfordulhat, hogy már ez 35 perc alatt el fog készülni. Ez tényleg sütőtől függ, hogy kinek mikor lesz kész. Ilyen szép aranybarnára kell sülnie, ezután mehet rá porcukor a tetejére, ne ijedjetek meg, minden felfújtnál ilyenkor felemelkedik a tészta, és mikor kiveszitek a sütőből, akkor egy picit összép fog esni, de szerencsére nem annyira fog összeesni, hogy csúnya legyen, így is szép magas lesz a tésztánk. Gyakorlatilag, hogyha kihűl langyosra, akkor nyugodtan fogyaszthatjátok, akár házi lekvárral, bármivel, amivel szeretnétek. Hogyha tetszett ez a videó, akkor iratkozzatok fel a csatornáimra, megtaláltok a YouTube-on, Facebookon, Instagramon, TikTokon. Iratkozzatok fel, küldjétek el, hogy esetlegesen milyen videókat látnátok még szívesen tőlem, milyen recepteket hozzak el nektek. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és megnéztétek ezt a videómat. Sziasztok!